Miközben az ember egy új profilt indít, közben látja azt, hogy hol vannak azok a területek, amit eddig esetleg nem vett annyira észre, vagy nem figyelt annyira, és hol lehet segíteni azoknak az embereknek, akik ilyen problémákkal küszködnek. Ez most már a végleges irodája? Hát még nem. Mert ha jól tudom, 3 éve költöztek át ide? Így igaz. És akkor most készül még itt a... Itt folyamatos felújítás. Folyamatosan. Igen. De azért megy a munka is, igen. És elég keményen, ha jól tudom. 600 ezer betegért vagyunk felelősek tüdőgyógyászati szempontból, úgyhogy minden területen itt részt kell vállalni, illetve van pár országos profilunk. Dr. Müller Veronika a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 1994-ben, majd a Semmelweis Egyetem kórélettani intézetében dolgozott 5 évig. A laboratóriumi diagnosztika szakvizsgát követően 1999 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján. Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban volt kutatási tanulmányúton. Tüdőgyógyász, klinikai onkológus és infektológus szakvizsgával aktuálisan egyetemi tanárként gyakorló klinikus a pulmonológiai klinikán, amelynek egyben igazgatója is 2018 óta. A Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kiemelten foglalkozik az obstruktív légúti betegséggel, a légúti gyógyszerdepozíció vizsgálatával, a szervezet csökkent immunitását kísérő pulmonológiai komplikációkkal, tüdőtranszplantáltak gondozásával, onkológiai és interstíciális tüdőbetegségekkel. Úgy tudom, hogy mérnök családból származik. Tehát nem nagyon volt minta. Hogy jött mégis az orvosi pálya? Biológia iránti szeretetből. Tehát az iskolából? Igen. És a tüdőgyógyászat éppen? Az véletlenül alakult. Hogyan? Milyen véletlen tudja az embert ebbe az irányba tolni? Igen, ugye a kórélettani intézetbe kezdtem, úgyhogy alapvetően alapkutatásokkal. És hát szorosan ahhoz kapcsolódott az, hogy akkor voltunk Németországban egy tanulmányúton, úgyhogy alapvetően a kutatással indult minden, és hát akkor volt már lehetőségem arra, hogy a klinikai laboratóriumi diagnosztikából szakvizsgázzak, akkoriban ez mehetett, úgyhogy párhuzamosan zajlott lényegében egy kutatómunka és egy klinikai disziplína. Hát valószínűleg az embernek az orvosi pályája során van egy ilyen evolúció, hogy először indul azzal, amit gyakran lát, akkor az nagyon érdekes, mert sokat látja, és utána, ahogy telik az idő, úgy válik az egyre nehezebb, vagy nagyobb kihívásokat mutató kórképeknek a diagnosztikája és az ellátása. Úgyhogy én most ebben a fázisban vagyok, úgyhogy ez most a legizgalmasabb számomra. Említette, hogy már a fiatal éveiben külföldön is járt, és én úgy tudom, hogy ráadásul kisgyerekkel akkoriban a férjével kutattak Németországban, és ha jól tudom, később az Egyesült Államokban, ott pedig már 2 kisgyerekkel. Hogyan lehet összeegyeztetni a kisgyereket és a kutatói munkát? Érdekes, amikor az ember benne van, ezen így nem gondolkozik. Viszi tehát, a sodrás, a szenvedély. Igen, nagyon nagy lehetőségek voltak akkoriban, tehát fiatalon elmenni, hát azért az közel volt a rendszerváltáshoz, és hát akkoriban külföldre, főleg Nyugat-Európába vagy Egyesült Államokba menni, hát nekünk még volt egy ilyen izgalmas része ennek a lehetőségnek. Ma már ugye mindenki szabadon mozog, tehát ma már valószínűleg egészen más egy ilyen külföldi út, de hát akkor ez egy nagyon nagy lehetőség volt. És hát nem volt kérdés, persze az ember ment, és mindig megoldhatóak a dolgok, tehát mindig lehet támogató rendszert találni, csak keresni kell. Tehát én ezt láttam a fiatal éveimben is, hogy keletről jövve, fiatal orvosként, anyaként, mindig volt lehetőség.
Aztán utána azért nagyon nehéz, mert amikor már ott van egy gyerek, akkor hirtelen olyan nagy váltás van, amit senki nem bír elképzelni előtte. Tehát azt, akkor a helyzet fogja hozni. Hát támogatást kell nekik adni, tehát nekem is volt olyan tanítványom, aki közben írta a PhD-t, miközben otthon volt, nekem is hasonló tapasztalataim voltak, és sokan tudják ezt az időt nagyon hasznosan fordítani, tehát nem csak azzal, hogy otthon van és a gyermekét szépen neveli, hanem tud kreatív munkát végezni mellette. A professzorasszony minden nap ellenőrzi a COVID-osztályon fekvő, mára jóval kisebb létszámú betegek állapotát. Mivel a pulmonológiai klinika Magyarország egyik legnagyobb centruma, a COVID alatt is minden egyéb tüdőbetegséget elláttak korlátozás nélkül, míg ha ez óriási feladatot is rótt az itt dolgozókra. Azt gondolom, hogy az elmúlt két év az orvostudományt, egyáltalán az orvosszakmát, és azon belül azt gondolom, hogy a tüdőgyógyászatot különösen érintette, mint ahogy az egész világot. Mert jött egy olyan járvány, egy olyan vírus, amiről nem tudtak túl sokat. Hogy lehet ezt belül megélni? Nagyon nagy kihívás volt az elmúlt két év, főleg a változékonysága miatt. Tehát igazán a legnagyobb próbatétel az az volt, hogy mennyire tudunk gyorsan változni és alkalmazkodni. Tehát ez egy teljesen új fajta megközelítést igényelt az egészségügyi ellátástól, hogy ott megszoktuk, hogy protokollokban dolgozunk, van idő, tudunk felkészülni, van ismeretanyag, amire tudunk támaszkodni. Itt ez az ismeretlen, hogy az eleje az nagyon-nagyon-nagyon sok nyitott kérdést tartalmazott, és hát azóta azért sok ismeretanyag van, ezt mind földolgozni, beépíteni az ellátásba, úgyhogy akkor meg ez volt a nehezebb része. Ijesztő? Vagy ilyenkor nincs idejük megijedni? Nem volt igazából idő, hát csinálni kell. Mi azért beteget látunk el, és vannak egyéb fertőző betegségek is, tehát megtanultuk jól, hogy a levegővel terjedő részecskéken utazó különféle kórokozók azok veszélyt jelentenek, ugye az aeroszolok ugye ilyen értelemben problémásak, kórházi környezetben különösen problémásak, mindenki hallott ugye a kórházi fertőzésekről. Én azt gondolom, hogy most a társadalomban is van egy nagyon jó irány, mindenki érti azt, hogy kórházban lenni csak a legszükségesebb, legrövidebb ideig érdemes, és hát ugye akkor itt kellett külön zónákat egyik pillanatra a másikra felállítani, és a legfontosabb persze a dolgozóknak a védelme. Ez kicsit nehezíti az ilyen munkavégzést, mindig beöltözni, váltani, külön védőfelszerelések, ezeknek a raktározása, ezeknek a megfelelő szemét hulladéknak a kezelése, hát ezek teljesen új dolgok voltak. Azt gondolom, hogy minden reggel azzal kell föl, hogy gyógyít, nem azzal kell föl, hogy elveszít beteget. Viszont gondolom, hogy kellett már lefeküdnie úgy, hogy elveszített beteget. Ezt hogy lehet feldolgozni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon egyénileg változik, tehát tényleg egészen más azért, amikor valaki már egy hosszú élet után súlyos sok társbetegséggel nincsen már annyi belső vitalitása, hogy azt az adott betegséget még túlélje, egy olyan embert elveszíteni, mint aki fiatal, vagy nagyon csúnya daganatos betegsége van. Úgyhogy hát azok a részek azért mindig a nehezebbek, de az meg nagyon jó, hogy itt látom azt, hogy aki ide bekerül, az tényleg a ma elérhető ellátásokból mindent meg fog kapni. Sietünk is tovább, hiszen a könyvtárteremben minden ügyeletét éppen leadó, munkanapját indító kolléga várja a professzorasszonyt, és itt veszi kezdetét a reggeli átadó. Itt minden betegről kiderül, hogy viselte az éjszakát, milyen az aktuális állapota, és ha akár szakmai, akár menedzsmenti segítségre van szükség, az gyorsan kiderül és megoldható. Hogyan zajlik egy napja? Hát viszonylag korán érkezem, és hát a legelső az mindig az, hogy a vezetőtársaimmal találkozom, tehát a gazdasági vezetővel, illetve a klinika vezetőfőnővérrel, és akkor megbeszéljük, hogy vannak-e a napra valamilyen speciális dolgok. És hát ez egyébként egy szakmai fórum is, ahol főleg az oktatási teendőket még egyszer átbeszéljük, mert ugye mindenki akkor tudja, hogy oké, akkor nekem ma pontosan hol és mit kell oktatnom. Ugye három nyelven zajlik az oktatás, és hát azért nagyon sokan nem vagyunk, tehát nagyon komoly logisztikát igényel az, hogy
mindig minden rendben legyen. Ha jól tudom, az oktatás különösen fontos önnek, de most így hallgatom. Azt gondolom, hogy a vezetői pozícióval, tehát plusz feladatok jöttek benne. Most mindezt hogy lehet még azzal összeegyeztetni, hogy mindemellett a kutatás pedig a szerelem, szenvedély, hobbi, nem tudom, hogy hát igen, talán inkább az első kettő, most így, hogy ezt hallottam. Valóban ez egy különlegesen fontos az én életemben. De hát most már 3 éve ugye folyamatosan zajlik itt a megújulás. Azt nem szabad elfejteni, hogy mi egy teljesen különálló épületből jöttünk. 77 éves volt akkor a klinika, idén lesz 80. És hát nekünk ez egy óriási lehetőség, hogy itt lehetünk a társklinikákkal együtt. Mi rengeteget tanultunk ebből szakmailag, mert bármire szükség van, rögtön itt vannak a társszakmák, és tudnak segíteni, és ezzel a betegellátást azt jelentősen lehetett javítani. És ez az interdisziplinaritás segít egyébként abban, hogy az oktatásunkat és főleg a kutatásunkat fejlesszük. Tehát évek óta nagyon komolyan és klinikum-orientáltan végezzük a kutató munkát, és nagyon nagy öröm számomra, hogy most már kialakult egy olyan meghatározó hát csoport, akire tényleg támaszkodhatok, tehát nem csak nagyon fiatalok, PhD-hallgatók, hanem idősebb kollégák is bekapcsolódtak, és hát egy nagy élmény az, hogy most már az európai referencia centrumok közé sorolnak minket interstíciális tüdőbetegség tekintetében, úgyhogy ez az egyik modul, amivel csatlakoztunk, a másik pedig a tüdőtranszplantáltaknak a kilöködését vizsgáló modul. Úgyhogy egészen jó dolog egy ilyen nagy csapatban dolgozni, és alapvetően ebbe az irányba megy itt a gondolkodás, hogy soha nem egy egyéni, hanem egy közös teljesítményről van szó. Nagyon sokat lehet tanulni, tehát nekem ez a része azért mindig egy izgalmas dolog, mert miközben az ember egy új profilt indít, közben látja azt, hogy hol vannak azok a területek, amit eddig esetleg nem vett annyira észre, vagy nem figyelt annyira, és hol lehet segíteni azoknak az embereknek, akik ilyen problémákkal küszködnek. Én is mindig mondom itt a fiatal orvosoknak, hogy hát mindig kicsit úgy sajnálják az időt arra, hogy mondjuk kutatómunkát végezzenek, és mindig mondom, hogy ez azért kell, hogy jobb orvos legyél. Azt mondta, hogy ez a szenvedélye és szerelme és hobbija. Ez azt jelenti, hogy akkor még a szabad idejéből is áldoz rá? Igen, ez jó érzés. Meg akkor van idő. Tehát amikor így zajlik az élet, és akkor hirtelen jön valami, akkor azért az nem igazán alkalmas arra, nyugodtan. Hogy igen, ilyen elmélyülten elgondolkozzunk. És hát ezért nagyon jó, fiatalok még jobban szeretik a délután testét, és akkor ott tényleg lehet, és akkor nincsen időkorlát. És mindemellett még mentoráltja is van, vagy mentoráltja is? Mert ha jól tudom, mentorprogramban is részt vett. Hát igen, ez egy nagyszerű program, azt kell mondanom, és valamennyi tanítványomat én mindig motiválom arra, hogy lépjen be, mert látom, hogy persze én, aki nekem hallgatom, az én nagyon sokat foglalkozom, de jó az, hogyha látja, hogy itt azért van egy elkötelezettség az irányba, hogy jó, nagyon jó képzett orvosokat, és tényleg egy ilyen nyitott orvosi gárdát képezzen az egyetem. A doktornő már több éve kutat és dolgozik együtt a mentoráltjaival. Inspiráló személyisége lelkesíti a tanítványait, és a tudományos munkán túl személyes jó kapcsolat is kialakult közöttük. Milyen a professzorasszonnyal dolgozni? Én ugye 9 éve vagyok már mellette, úgyhogy ilyen év távlatban mondhatom, hogy már barátság van közöttünk. Úgyhogy nem csak a klinikán, hanem klinikán kívüli programokat is szoktunk egyébként szervezni, kötetlen beszélgetést, együtt járunk konferenciákra, külföldi konferenciákra is gyakran megyünk, úgyhogy jó kapcsolatban vagyunk. Én is csak ezt tudok csatlakozni, hogy igazából egy nagyon szoros kapcsolatot sikerült így kialakítani. Dinamikusan változó az a tevékenység, amit itt közösen folytatunk, de ahogy valamire reagálni kell, a professzorasszony nagyon készségesen segít benne, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért mindenhez így pozitívan állunk hozzá, és ami éppen szembe jön feladat, mert azért vannak ilyenek, akkor arra mindig sikerül sikeresen reagálni. Mi az, amit kiemelnétek benne? Szerintem professzorasszony egy
igazán jó főnök, és nagyon jó vezetőnek tartom őt. Abszolút itt rendben tartja ezt a klinikát, és összetartja a csapatot, és tényleg éppen mindig az aktuális feladatokra reagálva veti bele magát a mindennapokra, és emellett van egy nagyon emberi oldala is, és nagyon sok bizalmas kérdéssel azt gondolom, hogy nem csak mi a hallgatói, hanem bármelyik kollega megkeresheti, és én azt látom, hogy igazából mindenki nagyon tiszteli és felnéz rá. Az e-mail váltások azok nagyon dinamikusan mennek közöttünk, akár 5 perc alatt is választ kaphatunk a kérdésekre, és összességében azt tudom mondani, hogy nem csak szakmailag, hanem emberileg is kiváló. És mikor van a szabadidő? Négy óra után az ember úgy osztja be az idejét, ahogy szeretné, hogyha van feladat, azt meg kell oldani, és azon túl meg kell próbálni úgy intézni, hogy akkor minél több időnk legyen a magánéletünkre is, de ahogy az Alexandra is mondta, hogy a professzor asszonyhoz akár magánéleti kérdésekkel is fordulunk, akkor mindig készségesen áll a rendelkezésünkre, hogy segítsen benne. Mit látta a fiatalokban? Rögtön látja azt, hogy ki az, aki itt fog maradni hosszabban ön mellett? Ez egy nehéz szakma, úgyhogy a legnagyobb tiszteletem így a fiataloké, hogy ők erre így vállalkoztak, erre a szakmai kihívásra. Ugye főleg nőknél azért inkább ez a kevésbé ügyelettel terhelt munkakörök azok, akik valahogy vonzóbbak. Hát velük nagyon jó együtt dolgozni, tényleg. A másik irányba ugyanez igaz, tehát nagyon nyitottak és abszolút hajlandóak azokra a többletfeladatokra, amire azért ma kevesen, de hát azt hiszem egy egyetemi létet alapvetően ez határoz meg. Úgyhogy így most hallgattam én is, hogy hány éve ismerjük egymást, tehát ez nekem is egy ilyen izgalmas visszatekintés. Ahhoz, hogy egy jó csapat jól is működjön együtt, valóban, ahogy itt már volt rá említés, azért szükség van arra, amikor egy kicsit a munkából kiszakadnak. Ők együtt szoktak külön klinikán kívül tevékenységet végezni, és az jó. Tehát, hogyha szeretnek együtt lenni a kollégák, és szabad idejükből is szívesen töltenek egymással időt, az egy különleges adomány. Úgyhogy hát ez majd örök életükre elkíséri őket, úgyhogy én ennek örülök a legjobban.